Rubber Merle, Madrapur. Aki felolvassa, Csirke József. 13. fejezet Az, hogy kigyulladtak a feliratok, annyit jelent, hogy leszállunk. Ebből azonban még nem feltétlenül következik, hogy ki is szállunk. Pedig Blavacki a diadalmas hangjából nyilvánvaló ezt az optimista értelmezést választotta, és mi átvesszük tőle, mint a birkák, ha hihetek annak a felszabadult sürgülődésnek, amely levertségünket felváltja. Misú, Edmondné és a viudák megszállják a mosdót, az urak pedig Pakó kivételével, aki egészen elmerül gyászában, rendbeszedik a ruhájukat és a kézipodgyászukat. Karamannál ez a tevékenység merőben jelképes, mert a nyakkendője egy centit se csúszott el, és biztos vagyok benne, hogy egyetlen irat se keveredett el mappáiban. Nála inkább valami mágikus szertartásról van szó, amelynek többé-kevésbé tudatos célja az, hogy az előkészülettel is sietesse a megérkezést. Persze Mánzóni sem marad el a többiektől a szépítkezésben, sőt, ő az egyetlen a férfiak közt, aki meg is fésülködik a nyilvánosság előtt, és a lehető legnagyobb gonddal. Mikor ezzel végzett, elővesz egy kis törlőrongyot a táskájából, könnyedén lehajlik, és kifényesíti a cipőjét és végül, mivel egy kicsit összekócolódott közben, újra megigazítja a haját. Szomszédjával ellentétben Robi meg sem otszan, nagyon magasról és nagyon messziről szemléli a neki társaságot. Egyszer-kétszer megpróbálja elfogni a tekintetemet, hadd lássam, hogy belőle csak iróniát vált ki ez a nyüzsgés. De ahogy rájövök, mi a szándéka, kitérek előle. Tudni idlik, bennem is új érzés ébredt. Kezdek bizakodni, hogy gyógyítathatom magam. Már látom, ahogy a kórházban foglalkoznak velem, alaposan kivizsgálnak, a diagnózis vigasztaló, a kezelés hathatós. De jaj, a dolog nem ilyen egyszerű. Alig fogamzik meg ez a vigaszos gondolat, már is csurog a veríték a hónaljamban. Csak félig hiszek benne, hogy valóban megúszom ezt a kalandot, pedig milyen fontos volna, hogy higgyek. Mert vagy kiszállok és megkapom a szükséges ápolást, vagy repülök tovább, és hamarosan végem. Ez világos. Szememet behunyva, hogy ne lássam Busovát, akinek mozdulatlan teste nagyon jól példázza, mivé tesznek majd engem is a múló pillanatok, remény és reménytelenség közt hányódom szüntelen. De csak az idegeim járnak virtustáncot, agyam tiszta és fürgén működik. Mintha hasznát vehetném a jövőben, már amilyen jövőm még lehet, megállapítom, hogy felfedeztem a kétség valódi természetét. A kétség ugyanis nem annyit jelent, mint eddig képzeltem, hogy az ember nem bizonyos valamiben, hanem hogy szilárdan hisz egymás után két ellentétes dologban. Pakót kivéve, aki mindkét kezét az arcára szorítva igyekszik elfajtani zokogását, senki se törődik már busóával. Az se érdekel senkit, hogy tényleg meghalt vagy sem. Már is túllépünk rajta, olyan utasnak tekintjük, akinek nem volt szerencséje, és az útja rövidebb lett, mint a miénk. Bár még itt hever elnyúlva a helyén, a takaró felhúzva egész az álláig, a szeme fédig nyitva és szikka tarcán hanvába holt mosoly, jóformán már el is felejtettük. Tárgyási lányodott a szemünkben. Ha majd kiszállunk, itt hagyjuk a gépen. Különben is. Ki volt nekünk ez a busoá? Egy sovány úr, aki nagyon szerette a kártyát, és nagyon utálta a sókorát. Égáljon, busoá! Égáljon, Sergius! Nem sokára te is sorra kerülsz? Nem sokat fogunk gondolni rátok. Sietnünk kell, bennünket is sürget az idő. A mosdóból visszajövet Misu Pakó kanyake alá csúsztatja a karját, fejét a kövér férfiú vállára hajtja. Annyi gyöngétség és vigasztalni akarás van ebben a mozdulatban, hogy meghatódom, és fürtjét hátravetve az arcába néz már amennyire ez lehetséges a rátapadó két tenyér miatt. Közben pedig halkan duruzsol neki. Ó, nem mondhat túl bonyolult dolgokat, a kis Misu majd, hogy nem analfabéta, bár jó családból származik. De az arc kifejezése és a tekintete elárulja, hogy együgyű szavait nagyon nagy, -nagy szeretet fűti át. Pakó le is ereszti a kezét, ránéz nagy, düllett szemével, amelyben most hála és imádat ragyog, s bal kezével megsimogatja a lány arcát és haját. Töröld meg a képed, nagy hasú. Szól rá Misú, s a hangjából áradó gyöngétség rácáfol a stílusára. Pakó engedelmeskedik, és amíg lepedőnyi patyolat fehér zsebkendőjével felítatja a könnyeket kivörösödött ábrázatáról, a lány egy csomó nyájas gorombaságot zúdít rá. Ilyeneket hallok. Digi-dagi, pifi-puffi, hájfejű, golyófejű, és megint nagy hasú, és közben oda dörgöli az arcát pakó vállához, melyet durva szövésű tweet fed, és a fürtje alól határtalan kedvességgel néz rá. Egy pillantást vetek Manzónira. Most, hogy Mrs. Bannister nincs a színen, díszkanunk azt hiszi, mindent megengedhet magának. Merő tekintettel értetlenül bámulja Misut. Hogy valaki ezt az ötven körüli kopasz alakot válassza, Akinek Edmondné világgá kürtölte a perverzitásait, és nem őt, Manzónit, ezt nem bírja megemészteni. Látom a rémült arcán, kínos gondolatokkal viaskodik, pedig a perverzitásnak igazán semmi, de semmi szerepe sincs Misú és Pakó lérai kettősében. Még az is felettépp kétes, hogy egyáltalán lefekszenek egymással valaha, ha csak a lány nem akarja, ismét csak gyönkétségből. Misúnak az a fontos, hogy megtalálta a béke kikötőjét, biztos vizekre jutott, ahol horgonyt vedhet a bevont vitorlájú karcsú kétárbócos ott ringatózik a hasas háromárbócos mellett. Manzóni viszont alig, hanem azon mélázik, milyen szép pár lett volna belőle és misuból. Csak hogy a szép pár csak vitrin, amelyen a többiek a szemüket hízlalják. Manzóni nem ismeri fel a lényeget, még sokat kell tanulnia. Remélem, hogy lesz rá ideje. Mrs. Benister is visszajön a mosdóból a nyomában Mrs. Boydal, aki kezében lógatva hozza a krokodil börtáskáját, és az ingerel egy kicsit, nem tudom, hogy miért, talán mert minden lóg rajta és nála. A melle, a hasa, a táskája. Az utóbbit legalább a hóna alá foghatná, elegánsan, mint a barátnője, aki a helye felé tartva, szaporán működteti frissen kékített pilláit, hogy ne legyen olyan feltűnő, amikor a lovagjára néz, aki még idejében, majd nem elkésett, kapta lemisúról és hangolta alázatosra tekintetét. Ó, Elizabeth, mondja Mrs. Benister, miközben törzse és csípője roppant kecses, kígyózó mozdulatával leül. Nincs fogalmad, mennyire várom már ezt a fürdőt, és remélem, hogy a fürdőszobám méltó lesz egy négy csillagos hotelhoz. A fürdőszobára nagyon kényes vagyok. Mivel Mrs. Boyd láthatólag nem érti, angolul is elismétli az utolsó mondatot. I'm very fastidious about bathrooms, you know. Én is, mondja Mrs. Boyd. Emlékszem például, folytatja Mrs. Bannister könnyed nevetéssel és bámulatosan megjátszott fiatalos lendülettel, a Lisa Ritzben egyszer panaszt tettem. Szegény igazgató hogy se értette a dolgot, de asszonyom hajtogatta sejpes kiejtésével, mi kifogása van ez ellen a fürdőszoba ellen. Csupa márvány az egész. Mazunihoz fordul megint nevet. Egy szóval madrapurban az lesz az első dolgom, hogy megfürdöm. Telerakom a vizet fürdősóval, és áztatni fogom magam. Lecsutakolom a két koszt, és remélem akad majd valaki, aki megmossa a hátam. My dear, hüledezik Mrs. Boyd. De hát rád gondolok, Elizabeth, ha leszel olyan jó, mondja Mrs. Benister. gyors oldal pillantást küldve Manzoni felé. Nézem, hallgatom őket, de kimondhatatlanul fáraszt ez a komédia, mert komédia, semmi más. Vagy Mrs. Bannister valóban azt hiszi, hogy nem sokára nyakig merülhet az illatos habokba. És mindenek előtt mit jelent volt aki a hinni ige? Kivált, ha a valóban határozóval párosítjuk. A fethetetlen valóban hiszit egy világ választja el a kétes hinni akarjától, és a több mint kétes úgy tesz, mintha hinnétől. től. Ez ugyanis az a három kategória, amelybe az imádkozni tudók besorolhatják magukat, ha másképp nem titokban, s ha egyáltalán lehetséges az ilyen besorolás, mert a hinni akarók nem ugyanazok-e, mint azok, akik azt hiszik, hogy hisznek? micsoda fogas kérdés. És én, aki hiszek Istenben, vagy legalábbis hinni akarok benne, ami talán egyre megy a gyakorlatban, de nem a lélek mélyén, most csak egy valamiben hiszek igazán, a saját halálomban. A Stuart még mindig fogja, és finom ujjaival cirógatja a kezemet, és miközben az élet lassacskán elszivárok belőlem, teljes erőmből hiszem, hinni akarom, hogy szeret. Különben is mit számít, itt van mellettem. Elnézem az én szűkszavú Stuart eszemet, és hallgatom, hogyan igyekszik Misu a maga együgyű módján megvigasztani Pakót. Csak nem fogod száz évig sörötni ezt a hapsit, amikor nem is bértéged, téged. Bolond vagy pufikám? Pufika tényleg bolond, de nem bolondabb Mrs. Benisternél, aki arról ábrándozik, milyen jót fog majd fürdeni. Nem értette ezt, Misú, feleli halkan. A feleségem rám bízta. mit, mit fogok mondani a feleségemnek? Semmit, vágja oda Robi, hirtelen felegyenesedve az ülésen, szemében ingerültség lobog, a hangja süvít. Semmit se fog mondani neki, mégpedig azért nem, mert többé nem lesz alkalma rá, hogy bármit is mondjon neki. Ez a kitörés felráz bennünket, s a kör megütközve méltatlankodva mered Robira de ifjú németünk, két keze a karfán, fejét felszegi, szemét összehúzza, keményen állja a tekintetünket, és senki még pakó sem er az arcátlan kihívására felelni vagy érteklődni, hogy pontosabban mire gondol. Mintha a kör hirtelen ráébredne, hogy nagyon is ingatag a galapra épített, és attól tartana, hogy ha vitát kezd, Robi elsöpri a reményeit. Feszült csend, dermet mozdulatlanság váltja fel élénkészülődésünket, mindenki félősen visszahúzódik a csigaházába egyetlen szarvacska se kandikál ki, a szájak csukva, a tekintetek kilobbantak. Megdöbbentő ez a tartózkodó várakozás, a nagy jövésmenés, a mosdóbeli tülekedés, a sürgés forgás után. A feszültség olyan elviselhetetlen, hogy szinte hálás vagyok a miért amiért megtöri. Azt mondom, szinte, mert ahogy feláll, elengedi a kezemet. Langyos ujjai kisiklanak a markomból, és én úgy érzem, befellegzett. Sorsomra hagytak. Szíveskedjenek bekapcsolni az övüket, kérem! Mondja a Stewardess a lehető legközömbösebb hangon. Hát igen, ez eddig senkinek se jutott az eszébe. Az utasok engedelmeskednek, a Stewardess pedig körüljárs egy pillantással meggyőződik róla, hogy a csatok jól zárnak-e. Ez az ügybuzgalom visszaadja jókedvünket. Azt olvassuk ki belőle, hogy minden rendbe jön, leszállunk. Végre kell hajtani a biztonsági előírásokat. A Stewardess ismeretesen ellenőrzi, tehát mégiscsak olyan ez a gép is, mint a többi. Bár nincs senki a pilóta fülkében és ez az út se különbözik a többitől, bár egy kicsit hosszúnak találtuk. Most már nincs annyi feszültség a levegőben, de azért mindenki hallgat. Az idő úgy múlik, mintha digitális óra mutatná, amelynek nincs számlapja, csak úgy nevezett kijelzői vannak. Minden másodpercben eltűnik egy szám, rögtön egy másik ugrik a helyére, aztán az is eltűnik. Ha az ember kissé hosszasabban nézi az egymás váltó számokat, megdermed a rémülettől. Semmi sem érzékelteti hívebben, hogy nincs mentség, egyszer nekünk is el kell tűnnünk sőt, végeredményben elég lenne ott maradni, leülni a kijelzőkkel szemben és várni. Várni. Épp ezt tesszük most mindjárt itt a körben, csak digitális óra nélkül, karóra nélkül, a földi elfoglaltságok alibi nélkül. Egyre sötétebb lesz. A stewardess, mint mondta, nem tudja felgyújtani a villanyt, ez a föld körébe tartozik, s a föld, Isten tudja miért, úgy döntött, hogy világítás nélkül hagy bennünket a sűrűsödő éjszakában. Ez némi eltérést jelent a tegnapi programhoz képest. Tegnap este ugyanis a lámpák égve maradtak egészen a leszállásig, csak akkor aludtak el, amikor kinyíltak az ajtók. Biztos, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki észreveszi ezt a változást, de senki még Blavacki se teszi szóvá. Önmagában talán nem is túlságosan jelentős, de mintha attól tartanánk, hogy ha megemlítjük, Robi újabb kirohanást intéz a reményeink ellen. Most már olyan sötét van, hogy a szemben ülő karcát is alig tudjuk kivenni. Várom, hogy egyik percről a másikra a maradék fény is felszívódjon és átadja a helyét a korom sötétségnek. De nem szívódik fel, a jelenlegi szintjén állandósul. Fakó derengés tölti be a fülkét, eltörölve az utasok vonásait, úgyhogy csak egy sereg bizonytalan körvonalú, nagy fehéres foltlebek körülöttem. Valamennyi közt a busoá beesett tarca látszik a legjobban. Talán azért, mert víztintes helyzetben van, nem függőlegesben, mint a miénk, és így több fény verődik vissza róla. A mellett sokkal fehérebb is, és mélyebbek a horpadásai. Alaposabban szemügyre veszem, hirtelen úgy rémlik, megmozdult az ajka. Összeborzadok. Elkap a pánik, de mindjárt meg is nyugszom. Ismerem ezt az érzékcsalódást. Ha sokáig nézünk egy halottat, valami parányi, alig észrevehető mozgást végül is mindig észreveszünk az arcán. Aminek talán az az oka, hogy nem tudunk beletörődni végleges és reménytelen mozdulatlanságába. Eldugul a fülem, tehát gyorsabban ereszkedünk. Nyelek egyet kettőt hogy hallójárataim megnyíljanak, és az erőfeszítésből, amely kerül, megint láthatom, mennyire legyenkültem. A félhomály miatt sejtelmünk sincs, milyen messze vagyunk még a földtől, és amikor a gép végül is leszáll, ugyanolyan irgalmatlan zökkenéssel, mint tegnap, nem megkönnyebbülést érzek, hogy megint szilárd talaj van alattam, hanem kétkedést, nagyarak szorongással vegyest. Senki se szólal meg. A gép úgy fékez, hogy elakad a lélegzetünk, ennek ellenére még jó ideig rohan, a lelkünket is majd kirázva az egyenetlen talajon. Hasunkon a megfeszülő biztonsági jövvel, görcsösen markoljuk az üléskar fáját, és riadtan várunk. Néhány bakugrás után egyszer csak megáll a gép. A motorok elnémulnak, s a csendben hallani, amint a lépcső fémes csikorgással kifut a gép gyomrában lévő kamrájából és helyére, az exit elég igazodik. Váratlanul pattogni kezd a hangszóró, s furcsa, orhangú szózat csap le közénk, de olyan harsányan, mintha az erősítő a maximumra volna állítva, emberi fülnek hosszabb ideig elviselhetetlen bömbölésre. A szószoros értelmében robban a fejünkben ez a hang, nem tudjuk merre forduljunk, hogy szabaduljunk tőle. Birtokába veszi az egész gépet, betölti minden zegét zugát, végig hullámzik rajta az orrától a farkáig. Az embernek az a benyomása, hogy a közfalak épp új vibrálni kezdenek az erejétől, mint a mi felajzott testünk. De szerencsére csak egy mondat hosszáig. A hang ugyanis minden udvariaskodás nélkül, a szokásos hölgyeim és uraim nélkül, egyetlen szót se vesztegetve a helyi időre és a kinti hőmérsékletre, egyszerűen ránk parancsol. Ne kapcsolják ki az övüket! Nem értem, mit akar ezzel, hiszen a gép megállt, de látom, hogy Krestopulos és Blavacki mozgulódik a még mégpedig olyan formán, mint aki ismét beköti magát. Nem is csoda, az erélyes hang nyilván ahhoz a szempárhoz tartozik, amely mindent észrevesz még a homályban is. Kisasszony, nyissa ki az exitet! Hallatszik az újabb utasítás. A Stuart kiolja kiadja az övét, és feláll. Arra fordítom a fejem. Alig látom, de hallom, ahogy elhúzza a reteszeket, és tudom, hogy kinyílt az ajtó, mert jeges szél törbe az utasfülkébe elakad a lélegzetem, a tüdőmet, mintha láng perzselni, zihálok, borzongok. Mostani állapotomban még ahhoz sincs erőm, hogy izmaimat megfeszítve küzdjek az egész testemet átjáró hideg ellen. Szinte elképzelni se tudom, hogy tegnap akadt köztünk valaki, mörzekné, aki kimerészkedett a gép oltalmából, és elszántan nekivágott a szibériai éjszakának. Hallom, hogy tőlem balra az egyik utasnak vacog a foga. Ha nem tévedek, Robi az, eszembe jut, hogy tényleg meglehetős öltözve szegény, fülelek. Sose hittem volna, hogy két összekoccanó fogsor ekkora zaj csapjon. Most már nyögések, sziszegések, elharapott kifakadások hallatszanak mindenfelől, de bármilyen különös, egyetlen olyan kerek, határozott tiltakozó mondat se hangzik el, amilyet Blavackitól és Karamantól lehetne várni. Mint ha a sarkvidéki hőmérséklet, amelynek jégkupolája alatt fulladozunk, az agyunkat is megbénította volna. Egyébként nem csak borzongok állandóan és szűnni nem akaróan, egyre jobban elhatalmasodik rajtam valami alattomos álmosság. Megpróbálok küzdeni ellene, ez az újabb erőfeszítés azonban még jobban kimerít. Figyelem! A hangerő megint elviselhetetlen, fejünk úgy vibrál és visszhangzik ettől az egyetlen szótól, mintha szét akarna locsanni. Aztán csend lesz, de nem érzünk megkönnyebbülést, nem merünk. Mint az a boldogtalan, akit pribékek kínoznak, újabb gyötrelmektől tartunk, és bár még nem hangzott el semmi fenyegető, mihelyt felharsan a hang, megrettenünk. Ó, nem csak a hangerő miatt, a hangszín és a hanghordozás épp olyan borzalmas, mert az illető orhangon beszél, és hogy is mondjam csak, egészen személytelen, gépies, nem emberi módon. Figyelem, bömböli még egyszer. Több másodperces szünet következik, ami teljes képtelenség és ostoba kegyetlenség, mert hisz az üléshez szíjazva, a hidegtől bénultan, a félelemtől megdermedve, ugyan mi más tehetnénk, mint hogy figyelünk, várjuk az újabb utasításokat és kinyilatkoztatásokat. Emil Bussoá? kiáltja az orhang. Választ természetesen nem kap, s mintha számított is volna rá, néhány pillanat múlva folytatja a lehető legnagyobb hangerővel, de a zavar legcsekélyebb jelenélkül. Várják a földön. A döbbent csendben lemérhetem a kör ámulatát, és azt is sejtem, milyen kérdések ötlenek fel a fejekben. Lehetséges volna, hogy a Föld ne tudná, mi történt Busoával, amikor minden moccanásunkat látja, minden szavunkat hallja, sőt, talán még a gondolatainkat is ismeri. Émél Busoá! Hallatszik ismét ugyanolyan észbontó hangerővel, de korán sem türelmetlenül, mintha ez az ismétlés hozzátartozna a szabályokhoz. De hiszen meghalt, mondja félénken valaki, talán Pakó. Csend, a hang nem fog feláni Pakónak. Hogy honnan veszem ezt, Fogalmam sincs. Emil Bushoá, dübörök fel a név harmadszor is, olyan erővel, hogy a hanghullámok szinte szétlapítanak bennünket. A hang most hozzáteszi gépies pontossággal, jottányit se változtatva a hangsúlyán és semmivel se halkabban. Várják a földön. Csend következik, s ekkor az stewardess, akitől igazán nem vártam volna ennyi bátorságot, megkockáztat egy kérdést. És csodák csodája, választ is kap rá. A föld tehát mégiscsak szóba áll velünk. Ennek nincs elvi akadálya, mint képzeltem. A stewardess hangja rendkívül lágyan, halkan és dallamosan csendül fel, tökéletes ellentétben a dobhártyánkat bombázó decibelekkel. Van egy betegünk, Serge úr, mondja udvariasan és határozottan. Nem hagyhatnál ő is a gépet? Nagyon meghat a stewardess közben járása, de egy kicsit meg is haragszom rá, amiért hajlandó elszakadni tőlem, még akkor is, ha ezzel meg akar menteni. A kérdést hosszú hallgatás követi, de épp amikor megállapítom magamban, hogy a válasz megint elmarad, felcsattan a hang. Ezúttal jóval halkabb, mintha csak kettejükre tartozna az ügy, és főképp a beszélő modora egészen más. Nem szemételen már, hanem ingerült. Az az érzésem egy bosszus hivatalnokot hallok, akinek jelentették, hogy beosztottai baklövést követtek el. Szercseszórnak nem volna szabad betegnek lennie. Jelenti ki az orhang. Ez a kijelentés és a móda, hogy elhangzik, ugyancsak zavarba hoz. El se tudom képzelni, hogy a betegség, amely letepert, pusztán egy műhiba következménye. A hang tovább halkul, de pattogóvá rendelkezőé válik. Szerzsasz úrnak nem volna szabad betegnek lennie, jelenti ki az orhang. Ez a kijelentés és a mód, ahogy elhangzik, ugyancsak zavarba hoz. El se tudom képzelni, hogy a betegség, amely letepert, pusztán egy műhiba következménye. A hang tovább halkul, de pattogóvá rendelkezővé válik. Kisasszony, adjon Szerzsasz úrnak naponta két onirilt, egyet reggel, egyet este. Ez inkább parancs, mint orvosi előírás, de maga az előírás is kétségbe bejthetni a kört, ha még tudna gondolkodni. A kúrának ugyanis nincs semmiféle időbeli határa. Igen, uram, mondja a sztjuárdesz. Még sose hallottam Oniril nevű gyógyszerről, de a sztjuárdesz láthatólag tudja, hol van. Azzal, mintha a kérdés el volna intézve, és az zárójel bezárva, tehát folytatódhatna a szokott ceremónia, a hang megint neki érezti a decibeljeit, ugyanazzal a személytelen és gépies hangsúlyjal, mint az elején. Emil Busoá, várják a földön! Talán mert a gépbe betörő jéggédermeszt, a amellett megdöbbent, hogy halálos gyöngesége esetleg csak egy műhiba folyománya, és ráadásul agyműködésemet is még mindig megbénítja ez az irtózatosan felerősített hang, nem akarok hinni a szememnek, amikor látom, hogy Busoá élettelen teste megelevenedik és csontásoványodott keze ledobja a takarót. – Emil! – Kiáltja Pakó, s ebből a kiáltásból, és az egyik nő azt hiszem Mrs. Benister éles sikolyából, megértem, hogy nem én vagyok az egyetlen a körben, aki látja, amint Busó állassan felegyenesedik az ülésén. My God! szaladt ki Blavacki száján, az ő hangját megismerem. Egyelőre azonban nem mond többet. Emil! kiáltja ismét Pakó, s a hangja a megkönnyebbülés és a félelem közt ingadozik. De hisz már azt hittük, hogy... Dadog nem fejezi be a mondatot, újba vág bele. Mond hát, igazán, hát tényleg... De ezt a mondatot se tudja befejezni, az élsz szó nem jön ki a száján. Megint felsikolt egy nő, s most már egymást érik a halk, elfojtott kurta felkiáltások, mintha senki sem merné végig gondolni, ami az eszébe jutott, vagy kimondani, ami a nyelvére jött. Ugye megmondtam, csattan fel hirtelen Blavacki reszelős és kötekedő hangja. Ugye megmondtam, hogy nem halt meg, de senki se hallgatott rám, és senki se volt hajlandó meggyőződni a tényállásról, annak rendje és módja szerint. Szédületes, Blavacki hasznot húz az elképedésünkből, még egyszer in extremis utoljára megpróbál fölénk kerekedni. Nincs már hatalma rajtunk, de úgy tesz, mintha még volna. Reszketve a hidegtől és talán a félelemtől is, parodizálja saját ledőrsipjét, ott a gyerekes erőlködés, és mégis ebben a pillanatban hálásak vagyunk neki, mert magyarázatot ad, az egyetlen magyarázatot, amelyet képtelensége ellenére is elfogadhatónak találunk. Busvá ugyanis nem íri be vele, hogy felegyenesedik az ülésén, fel is áll, mereven, gépember módra, de észrevehető erőfeszítés nélkül, segítség nélkül, anélkül, hogy megfogná pakó kezét, aki az utasításokkal nem törődve kiolja az övét és szintén feláll, Amennyire meg tudom ítélni, mert a fogam vacog a hidegtől a szemem könyvbe lábad, olyan homályú alkodik a gépen, akár egy barlangban, és csak foltokat és körvonalakat látok, semmi mást, Busóá elindul az exit felé, amely mellett a stewardess áll. Szaggatott, apró léptekkel halad, lassan, de ingadozás nélkül, a nyomában pakó valaki utol is éri, a jobb oldalára kerül, s kezébe nyomja a táskája fogóját, tompa, a hidegtől és a félelemtől szintelen hangon ezdadogva. Émél a táskád, a táskád! Busoá megáll, felemel is egy egész másodpercig kinyújtva, vízszintesen tartja a karját. Csak bámulok, honnan van ennyi ereje. Kezében ott csüng a táska. Nem látom, hogy kinyílnak az ujjai, sötét van, de azt látom, hogy a táska lepottyan, és hallom a puffanását a szőnyekpadlón. A táskád, Émél, nyugi pakó. Semmi válasz. A nyitott exit megmutat egy téglalapnyit a valamivel világosabb, majdnem, hogy szürke éjszakából, és ebben a téglalapban megjelenik Busoá fekete sziluettje, keze üresen lók két oldalt. A besüvítő jeges szélben megtántorodik. Aztán megint visszanyeri egyensúlyát, a Stuart személytelen hivatalos hangon elköszön tőle. A viszontlátásra, uram. Busoá odafordítja a fejét, ijesztő profilja egy másodpercre kirajzolódik a kinti szürkeségen, de nem szól semmit, kilép a gépből, és eltűnik. Halljuk nehéz lépteit a fém lépcsőfokokon. Később majd megkérdezem azt Juárd hogy mit gondol, miért nem köszönt neki vissza s ő ezt feleli. Mert nem látott, még az se biztos, hogy hallott. De hiszen ránézett magára. Nem, igazából nem, az arca ugyan felén fordult, de a szeme egészen halott volt. Legalábbis én annak láttam. Az éjszaka elég világos volt, de annyira talán nem, hogy ki tudtam volna venni a tekintetét. Sehogy se tudom elhinni, hogy nem látta magát, amikor lement a lépcsőn, és meg se botlott. Ez még nem jelent semmit. Elég sokáig tapogatózott, amíg megtalálta a karfát, és mihelyt megtalálta már nem volt szüksége a szemére. Hirtelen témát változtatok, és megkérdezem. Várta valaki lent a lépcső aljában? A de eszarta megmerevedik, szemét lesütve, fénytelen hangon feleli. Nem néztem oda. Miért nem? Mert nem bírtam. Amikor a stewardess bereteszeli az exitet, óriási megkönnyebbülést érzek, sőt nem is egyet, hanem kettőt, bár egy kisé összevegyülnek. Megszűnt a szibériai hideg, amely tömbé változtatott, és nem látom többé busóát. Ha egy emberből tetem lett, mennyire igyekszünk megszabadulni tőle, míg élt esetleg szerettük. Ahogy meghal, undorodunk tőle. Gyorsan, gyorsan vigyék el, dugják bele egy gödörbe, égessék el, csak egy hiperkönnyű anyagot őrizzünk meg belőle, az emlékét és egy szuper tiszta eszmét, a jellemképét. Busó esetében még ezt a kötelességet is sietve áthárítom pakóra, míg ő elmélkedik a sógora lényéről, és hullatja könnyeit, ahogyan illik. Ha jól meggondolom, bizony csúnya dolog ez, mert minden embert, aki meghal, még egy ilyen busvát is az egész emberiségnek illene elsiratnia. A sztjuárd ezt tapogatózva egy pohár vizet ad a kezembe, baltenyrembe pedig, amelyet mindjárt össze is csukjék ideg ujjaival, apró csúsztat. Mi ez? Az Oniril. Hol találta meg? A Galli egyik fiúkjában, nem sokkal a beszállás után. Csak nem tudta, hogy mire való? Nem. Megpróbálok mosolyogni. Megnézhette volna a kis prospektust, ami a dobozban szokott lenni. Ebben nem volt. Egy negyed másodpercig még habozom, aztán lenyelem a drazsét, megiszom a vizet és a félhomályban, a hidegtől és a gyöngeség törreszkedve, az jár az eszemben, hogy mihelyt a Stuart ez bereteszelte az exitet, első dolga volt, hogy megkeresse nekem az onirilt ránézek, és megint elönt a gyöngétség. Bár a borzongásom még mindig nem szűnik, most valóban bízom benne, hogy meggyógyulok. Újra hiszek a jövőmben, vagy inkább a közös jövőnkben a stuart Csak éppen számításba veszem, hogy talán nem lesz túlságosan tartós. Egészen lefoglal ez a tervezgetés, mégis hamarosan figyelmes leszek a körcsügget némaságára, és kezdem sejteni, milyen szörnyű gondolatokkal viaskodnak társaim, hiszen busó átávozásával végképp szétfoszlott minden remény, hogy valaha is megérkezünk Madrapurba. Pedig az a bizonyos hang tulajdonképpen nem tiltotta meg, hogy elhagyjuk a gépet, csak azt, hogy kicsatoljuk az övünket. Mindegy, senki az égvilágon senki nem indult meg az exit felé, mint ahogy senki sem emelt kifogást semmi ellen, és senki nem tett fel egyetlen kérdést sem az egy stewardess kivételével. De ő is csak azt kérdezte meg, hogy nem szállhatna ki egy beteg, nem pedig azt, hogy nem szállhatna ki az összes utas. Később aztán a kör mukkanás nélkül tűrte, hogy a stewardess megint bereteszelje az exitet, holott erre nem is kapott utasítást a földtől. Mégis megtette, és mi hagytuk, hogy megtegye, mintha mi sem lett volna természetesebb. Ránk zárta hát a súlyos ajtót, úgyhogy továbbra is itt kell senyvednünk ebben a légi börtönben, ahol nem porkolábok az őreink, hanem tízezer méter fagyos űr a föld és a gépünk közt. Üres várakozással telik az idő, mert a csárter még jó ideig a földön marad. Talán egy óráig nem lehet tudni, senkinek sincs órája. Egyetlen mérőeszközünk a türelem vagy a türelmetlenség. Nem tudom, talán arra kell ez az idő, hogy pótolják az üzemanyagunkat és a gelli meg a mosdók vízkészletét, de nem hallunk semmiféle zajt, s az ablakokon át semmiféle tartálykocsit családunk. Pedig látnánk, ha lenne, mert mióta busóá elvonult, világosabb lett az éjszaka. Az exit bereteszelése után az egyetlen zaj a lépcső csikorgása volt, amikor visszahúzódott a gépgyomrába. Semmi más. A motorok még mindig állnak, és bár ez a szünet tépázza az idegeinket, senki sem nyikkan. Mintha attól félnénk, hogyha megszólalunk, ránk dörren az a bizonyos orhang. Amióta a föld hallatta a szavát, nem tudjuk, van-e még bármihez is jogunk. És ami mindennek a teteje, az összes utas beletörődik ebbe a zsarnokságba, legalábbis hallgatólagosan. Igen, az összes még a hatalmaskodó Blavacki is, még a paragrafus rágó Karaman is, még az anarchizmussal kacérkodó Robi is a szibériai hideg, a pörölcsapásként ránk zúduló hang, busóá távozása, a szörnyű csalódás, hogy mi többiek nem szállhatunk ki, egymást érték a megrázkódtatások, s most itt vagyunk egyötörve, megalázva, még az úgulódás is fölöslegesnek tartva. Az az, hogy mégse, jobbra tőlem valaki halkan sír, azt hiszem Mrs. Bannister, az ábrándok, amiket szép madrapuri szobája köré mint füsté válnak. Busó óta egyre világosodik az éjszaka, sápat áramlik be, amely még sokkal gyászosabb, mint az előbbi félhomály volt. Mivel még nagyon messze járunk a hajnaltól, legalábbis az én becslésem szerint, csak a holdal tudom megmagyarázni ezt a tüneményt. Az égi vándor, noha egy pillanatra sem mutatja meg magát, úgy látszik elég közel van, hogy megvilágítsa a felhű réteget, amely a földtől elválasztja. Sőt, egyszer már azt hiszik, hogy áttör rajta, olyan fényesség önti el a gépet, ez végül mégse sikerül neki, de fehérre festi a szürke éjszakát. Mörzek néekkor meglepő dolgot művel. Kikapcsolja a biztonsági jövét, mintha rugó lökné felpattan helyéről, oda siet az egyik tőle balra lévő ablakhoz, és rátapasztja az arcát. Aztán megfordul és ránk néz, kék szeme ragyog sárgás arcában, és magába gyűjt minden fényt, és szelíden, mint mostanában mindig, de erős feszültséggel a hangjában kijelenti. Megismerem a tavat, és az utat is a partján, itt szálltunk le tegnap este a hinduval. Kínos csend, és néhány másodperc múltán Blavacki kirobban. Megőrült, kérem, üvölti magából kikelve. Hogy lehet itt bármit is megismerni? Az orráig se lát az ember, különben is az ablak, amin kinézett a gép szárnya fölött van. De hogy is? De igen, a szárny egy kicsit visszaveri a fényt, ezt nézte víznek. Elragadta a fantáziája. Szó sincs róla, tiltakozik mörzekni. Jöjjön, nézze meg maga is, ha nem hisz nekem. Semmi kedve majd a mondja Blavacki hihetetlen pimassággal. Innen a helyemről is nagyon jól látom az ablakokat, annyira feltétlenül, hogy meg tudjam állapítani, hogy nem lehet látni semmit. Se tavat, se utat a partján. Ebben a pillanatban, mintha csak a hold is az ő pártját fognál a szemben, a világosság hirtelen eltűnik, lehetetlen lehetetlenné téve, hogy látni lehessen bármit, ami odakint van. Mörzeknél visszamegy a helyére, és hajthatatlan szelítségével ezt mondja. Sajnálom, hogy kihoztam a sodrából, Blavacki úr, most már tényleg nem lehet semmit se látni de az előbb láttam egy tavat és a mellette futó utat. Megismertem mind a kettőt. Ezen az úton haladt a hindu, amikor a víz bejtette a műanyagtáskát. Azt látta, amit látni akart. Bömbeli Plavacki. Az igazság az, hogy nem tud szabadulni a hindu emlékétől. Biztos vagyok benne, hogy amikor előre megy és imádkozik a pilóta fülkében, akkor is a hindút látja az ablak túl felén. Lebeg a levegőben, csak úgy magától. Azzal elröhögi magát. Mörzeknénk hallgat, ami becsületire válik. Robi viszont felcsattan, hangja kissé sipító a felháborodástól. Jobban tenné, ha nem ezzel foglalkozna Blavacki. Nem tartozik magára, hogy mit csinál mörzekni a pilóta főkében, és az is helytelen, hogy látomásokat tulajdonít neki. Azt hiszem, nem gázolok a becsületébe vele, mondja Blavacki nehézkes iróniával, de nem néz Robira. Az ember ilyesmit csak annak tulajdonít, akinek van efféle tulajdonsága, márpedig mörzekni asszonyban jókora adagmisztitizmus van. Amit ő lát, ugyancsak messze esik a valóságtól. Az ember azt várná, hogy mörzekné visszavág, de nem. Egy szót szól, hallgat. A bal orcáját is oda tartja. Csak Robi hallatja megint az éles hangját. Nem értem, miért kell ilyen gorombán rátámadni egy nőre, aki nem védekezik. Vagy inkább nagyon is értem. Nem kellemes elismerni ugye Blavacki, hogy a gép tegnap este óta egy nagy kört írt le, és visszatért oda, honnan elindult. A többség tájairól elszörnyedt felkiáltások hallatszanak, de csak egy-kettő, és azok se túl hangosak, szó sincs általános felzúdulásról, teljes a levertség. Nem is fogom elismerni ilyen kétes értékű állítások alapján, kiáltja Blavacki visszafolytott düvel. Az, amit mörzekni azt, hogy látni vélt egy másodperc alatt, gyönge holdvilágnál is egy erősen torzító ablaküvegen át, engem nem győz meg. Csak ennyit mondhatok. Én a magam egyszerű józan eszével ezt szűrtem le, és ettől nem tágítok. Ne haragudjon, én egy tavat láttam, jelenti ki mörzekné, akinek a vonásai már nem látszanak, annyira sötét lett az utas fülkében. Olyan nyugodtan beszél, mintha Blavackinak egyetlen nyila se ütötte volna át a páncélját. Ismétlem, egy tavat láttam, folytatja. A víz nagyon feketének tűnt, hiába világította meg a hold. Láttam a tó kiépített partját, sőt egy csónakot is láttam kikötve. Mindezt úgy láttam, mint ahogy magát látom. És nem csak láttam, hanem meg is ismertem. Honnan tudja a szonyom, hogy az a víz tó volt? Kérdezi hirtelen valaki, s a hangjából és a kiejtéséből rögtön megállapítom, hogy karamán. Ne talán kellőképpen világos volt, és kegyed elég messze látott, folytatja szokott elegáns stílusában, olyan messze, hogy a másik partot is ki tudta venni? Az igazat megvalva, nem, feledi mörzekni. Akkor talán folyó volt. a Karaman olyan hangon, mint a nebulót baklövésen kapó iskolamester. Nem, a folyónak sodra van. Ha a víz sötét volt, nem láthatta a sodrát. Lehetséges. És mivel az ablak olyan kicsi, folytatja Karaman udvarias konoksággal, arról sem alkothatott fogalmat, hogy valójában milyen kiterjedésű ez a vízfelület. Lehetséges. Nos, ha ez így van, vonja le a végkövetkeztetést Karamán, és a hangja diadalmasan cseng, akkor teljes bizonyossággal nem tudja nekünk megmondani, hogy tulajdonképpen mit látott. Tavat, folyót vagy víztározót, esetleg csak egy nagyobb fajta pocsolyát. A körben itt-ott elég undok vihogás hallatszik, mintha a többség sietne megállapítani, hogy Karamán a közérdekében jól elintézte ami mi De hát ez hülyeség, tör ki Robi, stétekozó hangja már-már már szopránba csapát. Nem az a lényeg, hogy tavat, folyót vagy víztárolót látott őrzegni a szony, a lényeg az, hogy megismerte a helyet, az első leszállásunk helyét. Már hogy ismerhette volna meg? Mondja Karaman udvariasan, de megsemmisítő felénnyel, amikor ilyen pontatlan leírást ad róla. Megint elkezdődik a kárörvendő nevet gíl, hála Istennek a többség határozottan elfordul a hamis profétáktól, és ismét a jó pásztorokra hallgat. Blavackira és Karamanra, a józanészre és a dialektikára a dühöt szkepticizmusra és a szörszál hasogató okoskodásra. A remény láthatólag újjáéled, persze végtelenül halvány ez a remény, mert pusztán arra szorítkozik, hogy a gép egy napi repülés után talán mégse tér vissza oda, ahol előző nap leszállt. A kör elvesztette egyik tagját, és didereg a fagyos éjszakában, az tény. A kör nem tudja, hogy ha megint felszáll a gép, merre tart majd, és kikirányítják. A kör semmit se tud, Fogalma sincs a hogyanról és a miértről. És mégis kezd egy kicsit, nagyon-nagyon kicsit megnyugodni. Ó, ehhez igazán nem kell sok, csak egy pindurka remény, hogy legalább nem repül körbekarikába. Nem akarok itt hősködni, nem vádolom a többséget, hiszen nekem is, aki azt hittem, alig egy nap múlva követtem busvált, elég volt, hogy az a bizonyos orhan kijelentse, betegségem csupán tévedés, és orvosságot rendeljen, már is egészségesnek képzelem magam. Pontosan ezt a pillanatot választja ki a ez, hogy beleszóljon a vitába, alaposan megdöbbentve a kört, kisebbséget és többséget egyaránt, mert eddig az volt a szerepe, hogy megnyújtassa az utasokat, és most épp az ellenkezőjét teszi. Mörzekné asszony igazat mondott, jelenti ki szelíden, Tényleg tavat látott. Feléje fordítom a fejem, de nem látom a vonásait, sötét van. A homályban különböző mozgásokat látok, és két-három folytott felkiáltást hallok, majd Blavacki barátságtalanul neki szegezi a lánynak a kérdést. Maga ezt honnan tudja? Onnan, hogy magam is láttam. Feleli a Sziuárdesz nyugodtan. Látta! hökkel meg Blavacki. És mikor, ha szabad kérdeznem? Mikor? Folytatja majdnem fenyegető hangon, amely sehogy sem illik az udvarias formulához. Mielőtt kinyitottam az exitet, Rendíthetetlen derűvel teszi hozzá. Mindent láttam, amiről Mörzekni asszony beszélt. A tavat, az utat a partján, a bárkát. Hosszú csend következik, aztán Karamán szólal meg olyan hangon, mint aki meg van győződve róla, hogy egyedül ő tud logikusan gondolkodni. Ez azonban még nem bizonyítja, hogy most ugyanott vagyunk, ahol a gép tegnap letette a hindukat. Nem tudom, mondja azt Juárdesz nyugodtan. Amikor a hinduk kiszálltak, sötét volt. Mörzekni asszony mégis látott egyet-mást, kiáltja Blavacki kúnyosan. Hogy ne láttam volna, mondja Mörzekné. A hindu tudnélik megvilágította magának az utat a zseblámpával, amit a stewardesztől vett el. Hadd jegyezzem meg, hogy a stewardess viszont semmit se látott. Kiáltja Blavacki már más élességgel. De hát ez egyáltalán nem mond ellent annak, amit Mörzekné asszony állít. Beti oda a meg meglehetősen hevesen. Én azért nem láttam semmit, mert én már bezártam az exitet, mikor a hindu meggyújtotta a zseblámpámat. Azt se bizonyítja sem, hogy elvitte azt a lámpát, mondja Blavacki. De igen, én, mondja a Stuartess. Amikor a hindu kilépett az exiten, a lámpát a bal kezében, a műanyagtáskát pedig a jobb kezében tartotta. Már megbocsásson, szól közbe Karaman szemmel láthatólag megkönnyebbülve, hogy tévedésen éri a lányt, a fekete műanyagtáskát a nő vitte. Igen, de a hindu elvette tőle, azután, hogy az a dolog történt Kresztopulos úrral. Én semmi ilyesmit nem vettem észre, mondja Karaman. De én észrevettem, mondja a Stuartess. Állandóan figyeltem a hindu kezét a lámpám miatt. Az utolsó pillanatig reménykedtem, hogy visszaadja, egyébként kértem is tőle, amikor elment előttem, hogy kiszálljon. Kérte a hindutól a zseblámpáját, ámul Karaman. Ezt úgy látszik, nem hallottam. Teszi hozzá, udvarias hitetlenkedéssel, mintha az, amit ő nem vesz észre, vagy nem hall, rögtön semmivé válna. Nos, folytatja hűvösen és leplezett iróniával, mint aki belemegy egy játékba, mit felelt magának a hindu? Mondott valamit angolul, de nem értettem meg. Én viszont megértettem, rikkantja Robi. Amikor a stewardess kérte tőle a lámpáját, a hindu először felnevetett, aztán kijelentette. Azoknak, akik önszántukból a sötétben kuksolnak, nincs szükségük világosságra. Ez az idézet, amely minnyájunkra nézve sértő, elhallgattatja az ellenfeleket, s a vita abba marad, mint mindig, anélkül, hogy bármilyen eredményre vezetne, hogy legalább egy percnyi bizonyosságot hozna. A Stuart szerint tehát Mörzekni híven festette le a ma esti leszállás helyét, a tegnapiról viszont a lány nem nyilatkozott, mert tegnap semmit se látott. Így a nagy kérdés, hogy vajon visszatértünk-e oda, ahonnan elindultunk, amiből gyászos következtetéseket kell levonnunk, eldöntetlen maradt, mivel egyetlen tanúvallomásán alapszik. Ami a Stuart ezt illeti, amikor később megkérdezem tőle, miért avatkozott bele a vitába, kockáztatva, hogy az utasok szorongása fokozódik, kissé ingerülten feleli megelégeltem, hogy az urak gorombáskodjanak mörzekni asszonynal, aki a szintiszta igazat mondta azzal a bizonyos tóval kapcsolatban. Többet nem kérdezhetek, azzal a szokatlanul távoli tompazúgással, amely mindjárt kezdetben feltűnt nekem, megindulnak a motorok, és néhány pillanattal később kigyulladnak a felírások és a gelli függőnyének két oldalán, figyelmeztetve bennünket, hogy ajánlatos a biztonsági jövet bekapcsolni. Ez a figyelmeztetés most meglehetősen értelmetlen, hiszen a kör engedelmeskedett a mennydörgő orhangnak, csak pákó és mörzeknél kapcsolta ki az övét, az előbbi, amikor Busová segítségére sietett, az utóbbi, amikor az ablakhoz rohant. A gép futni kezd, erősen rázkodva az egyenetlen talajon, felgyorsul és a levegőbe lendül. Pontosabban, mivel teljes a sötétség, és nem látok irányfényeket, csak abból következtetek a felszállásra, hogy megszűnik az egykölődés. Az utas fülkében ismét világos lesz. bán-bán, hunyorogva bámulunk egymásra percekig. Cudar hideg van, nem csak én tergek. A ez feláll, és megnyugtatóan, anyásan bejelenti. Megyek, készítek valami ennivalót, és forró kávét, meg teát. Alig fejezi be a mondatot, már is érzem, hogy bennem épp úgy, mint a körben, enyhül a feszültség. Igen, jól tudom, az őrült is megtalálja a helyét az osztályon, a rab is a cellában, az agyon gyötört gyerek is a szekrényben, ahová becsukták és mind visszavágyik, amikor szabadul. Ennek ellenére, ha nem látnám magam körül a felderült arcokat, nem hinném, hogy ennyire megkönnyebbült a társaság, pusztán mert vége az idegörlő várakozásnak a földön, a sötétben és az átható hidegben. Hála Istennek túl vagyunk rajta. Megint repülünk. A motorok halg, de erőt sejtető zúgását hallgatjuk. Megint fürdünk az áldott fényben, és néhány perc múlva működni fog a fűtés is, izmaink felengednek a stewardess, bájos gondviselőnk vigyáz ránk. Nem sokára ihatjuk a forró kávét vagy teát. És ehetünk. Azám ehetünk. Ez a legfontosabb. Falun is mindig esznek temetés után, nem igaz? Mert biztosak akarnak lenni benne, hogy az élet folyik tovább. És az élet a jelek szerint ezen a csárteren, úti cél madrapúr, szintén folyik tovább. Amióta kigyulladtak a lámpák, helyben vagyunk újra. Láthatjuk, szerethetjük, Gyűlölhetjük egymást, mint eddig. Szőhetjük tovább bonyolult kapcsolatainkat. Van ebben valami megnyugtató, ahogy visszatérünk a kialakult szokásokhoz, és ha az ember nem akar sokkal tovább látni az orránál, azt is gondolhatja, hogy a dolgok úgy mennek, ahogy kell.